A Bui német önkormányzat 2015. szeptemberében vette át a helyi általános iskola és alapfokú művészeti iskola, valamint az óvoda és bölcsőde fenntartását. Céljuk a nemzetiségi törvény szerinti elvárásoknak megfelelő működtetés, a magas szintű modern nyelvoktatás és a hagyományok ápolása. Sikeres pályázatoknak köszönhetően több fejlesztés is megvalósult az intézményekben az elmúlt időszakban. Az egykori uradalmi magtár padlásterében helytörténeti kiállítás kapott helyet, valamint egy német tájházat is kialakítanak. Mivel a mostani népszámlálás eredményei hosszú távra meghatározzák többek között hazánk oktatásának a jövőjét, a nemzetiségi önkormányzatok létrejöttét, valamint a civil szervezetek támogatottságát, a kisebbségi önkormányzatok kérik a lakosságot, hogy válaszoljanak a nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó kérdésekre. Ez azért fontos, hogy a népszámláláskor megvalljuk azt, hogy ehhez a népcsoporthoz tartozunk. Ebből látszik majd, hogy mekkora számban élünk még ugye itt Magyarországon, és hát ettől függ majd szerintem az intézményeink átvehető száma, a különböző kulturális rendezvényeinkre kapott anyagi támogatás, táborainkra, tehát az egész itteni kisebbségi életünket szerintem befolyásolja, hogy minél többen valljuk magunkat ahhoz a népcsoporthoz tartozónak, ahová tartozunk a mi esetünkben a némethez. A 10 évvel vagy 11 évvel ezelőttén, hogy 800 fölött volt a lakosság szám, akik németnek vallották magukat, hát nagyon remélem, hogy ennyi vagy ennél több is szám is, magasabb szám is kijön majd az itt ekkor olyan népszámláláskor. Két intézményünk is van, ugye iskolánk is, óvodánk is, tájházunk épül most, tehát nagyon szép hagyományaink vannak, és nagyon sok új elképzelésünk is van. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT pályázatot hirdetett a 12 magyarországi nemzetiség táborainak, kulturális programjainak és a nemzetiségi civil szervezetek 2023. évi költségvetési támogatására. Erről Soltész Miklós államtitkár beszélt a közelmúltban az egyik Tolna megyei német nemzetiségi óvodában. Múlt héten indítottuk el a civil pályázatot, ezen a héten, holnap jelenik meg a kulturális pályázatai a nemzetiségeknek, mert óriási népszerűséggel bírtak az elmúlt évek során, de mindenképp fontos hozzátenni, hogy két dolog befolyásolhatja. Egyrészt a világgazdasági helyzet, másrészt a háborús veszély, tehát hogyha valami nagyon nagy baj van a világban, akkor nyilván ezek a pályázatok későbbre tolódnak, már mint a kifizetésük, de az biztos, hogy egyelőre számolunk ezzel, szeretnénk készíteni egyes civil szervezeteket, kulturális szervezeteket, és nagyon bízunk benne, hogy a józan ész a világban fölül fog kerekedni, és azt követik, amit mi mondunk, hogy a békességet kell megteremteni az emberek, és főleg Ukrajnán belül, Ukrajna és Oroszország között. Reméljük, hogy ez meg fog valósulni. Mi csak ezekből tudjuk finanszírozni a különböző rendezvényeinket, táborainkat, beruházásainkat. Most egyenlőre a civil szervezeteknek szóló pályázat jelent meg, ahol az alapítványunk fog pályázni táborra és működésre. Megjelentek még a kulturális rendezvényre kiírt pályázat is megjelent. Hát ott nagyon sokat fogunk beadni, az Emmaustól kezdve a Pünkösdre, az iskola ünnepli a következő fél évben, vagyis hát ebben a tanévben a kétnyelvű német nemzetiségi nyelvoktatás 40 éves évfordulóját, erre is programsorozat készül, könyv készül, ami összefoglalja ezt a 40 évet, és hát ezt is csak pályázatokból tudjuk támogatni, és még megjelentek a táborokat finanszírozó pályázat is, tegnap jelent meg éppen, és tábort is többet tartunk, tánctábort, német nemzetiségi tábort, német nyelvi tábort, több tábort is szeretnénk az alapítvány, az iskola, illetve a német önkormányzat is beadni.
Bolyban 2010 óta szervezik meg a hagyományőrző német nemzetiségi és tánctáborokat. Az 5 nap alatt kézműveskedhetnek, tájházba látogatnak, kirándulnak, és német drámapedagógiai foglalkozáson is részt vesznek a fiatalok.